Lakónegyedeket ért orosz légicsapás a kelet-ukrajnai Zaporizsjában. A támadásban többen megsérültek, számos ház lakhatatlanná vált. A moszkvai védelmi tárca szerint csapataik az elmúlt napokban ukrán katonai reptereket, drón összeszerelő műhelyeket, valamint az energiahálózatot támadták. Kijev pedig egy újabb rakéta és lőszerraktár megsemmisítéséről számolt be Oroszország területén. Az ukrán csapás helyszínén 1200 embert kellett biztonságos helyre menekíteni. Több lakás és autó riasztója is megszólalt hétfő hajnalban, miután nagy erejű robbanás rázta meg a kelet-ukrajnai Zaporizsját. Ukrán jelentés szerint legkevesebb 7 orosz légicsapás érte a nagyvárost, találatért tucatnyi lakóházat, egy iskola épületet és sok jármű is kiégett. A támadásban több mint 20 ember megsérült. Nem sokkal azután, hogy én is és a fiam is lefeküdtünk aludni, hirtelen történt a robbanás. A lakásunk összes ablaka kirepült, beleértve az erkély ablakkeretét is. Az egyik a fiamra esett, az üvegszilánkok több sebet is ejtettek a fején, ezért nagyon megijedt, számolt be egy nő. Egy nappal korábban pedig Harkiv városában kellett kiszabadítani az ukrán hatóságoknak a romok között rekedt embereket. Az orosz légicsapásban több társasház is megrongálódott. Két épületben olyan súlyos károk keletkeztek, hogy lakóik biztosan nem térhetnek vissza. A moszkvai védelmi tárca jelentése szerint csapást mértek ukrán katonai repülőterekre, valamint drón összeszerelő műhelyekre is. Emellett az orosz légvédelem több rakétát és pilóta nélküli légijárművet is feltartóztatott. Az oroszországi Krasznodari területen több százan kényszerültek menedékszállásokon tölteni a hétvégét. A hatóságok mintegy 1200 embert menekítettek ki, miután ukrán légicsapás ért egy rakéta és lőszerraktárat, ami kigyulladt. A Kurszk megye ellen indított ukrán offenzívának pedig az orosz külügyminisztérium szerint már több mint 50 civil áldozata van. A helyi hatóságoktól kapott adatok alapján az elmúlt 7 hétben az ukrán előrenyomulás miatt 266 ember sebesült meg, köztük 11 gyermek. 56 ember pedig meghalt. Ezek csak azok a számok, amiket biztosan tudunk. Az áldozatok valós száma ennél jóval több lehet, közölte az orosz tárca külön megbízottja. Az ukrán haderő folyamatosan emberhiánnyal küzd, amit újabb és újabb megoldásokkal igyekeznek orvosolni. Orosz mintára májusban vezették be, hogy az elítéltek is bevonulhatnak a szabadságukért cserébe. Mostanra pedig már tömegével képzik ki a korábbi rabokat. A börtönben semmi jó nincs, itt legalább valami hasznosat csinálok, és jóvá tehetem, amit elkövettem, mondta egy volt elítélt, aki a katonaság mellett döntött. Nincs viszont választása a papoknak. Kárpátalján az ukrán pravoszláv egyház egyik gyülekezete vonult ki a huszti toborzó irodához, miután két lelkészt is elvittek Izáról. A tömeg térdre borulva imádkozva kérte a fegyveres őrségtől a papok szabadon bocsátását. Bár a tiltakozások hatására ideiglenesen mindkét férfit kiengedték, a katonai mozgósítást nem kerülhetik el, napokon belül be kell vonulniuk a seregbe. Sajtóhírek szerint vasárnap a huszt környéki magyar lakta falvakban is besoroztak egyházi személyeket az ukrán toborzók.